Részek-Botlott Vonalmágia című kiállítására készülünk. Éppen az előző órán Botonnal beszéltük, hogy olyan jó két évvel ezelőtt találtuk ki a kiállítást, illetve Botton keresett meg, hogy ismeri a Rögpalotának a tereit, és hogy ő nagyon szívesen állítana ki ebben a kiállító helyen. Ennek az egyébként apropója az volt, hogy az ő valamikori mestere, vagy legalábbis a doktori iskolában Szabados Árpád kiállítását mi pont a Covid első időszakában rendeztük meg, életünk kiállítását, és ebből indult talán ez a kapcsolat fölvétel. Azt a sajtó is pontosan tudja, meg a közönség is, hogy a Rögpalota tulajdonképpen a nyitása volt a 2007 óta, milyen elkötelezett a kortárs magyar művészetnek a bemutatásában, és hogy életmű jellegű, nagy léptékű kiállításokat mutassunk be. Ebben az esetben is itt közel 131 néhány alkotást láthatnak Részek-Botontól. Arra törekedtünk, hogy a festészeti működését, az eredendően grafikai működését, könyvillusztrációkat, különböző sokszorosító grafikákat is bemutassunk, de a nagyméretű képei közül is hozzunk, illetve azok a kötetben megjelent képek is, hiszen ő, hogyha megnézik, akkor elég jelentősen szerepelt az elmúlt években a világ különböző kiállító helyein, tehát nem csak Magyarországon, és nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is. A kiállításait zömébe katalógusok kísérték, kétnyelvű katalógusok kísérték. Én magam is jó néhány éve látom a magyar művészeti szcénában a munkáit. Két évvel ezelőtt volt egy közös projektünk is a Hungár, vagy tavaly a Hungár katalógusok vagy kötetek között. A Vonal Mágia voltak éppen innen jött, hogy akkor annak a kötet címe, vagy a szövegnek a címe Vonal Mágia lett, és akkor ez Botton Gyula jellemzőnek a hátra, hogy akkor azt hiszem, hogy legyen ennek a kiállításnak is ez a címe.